Az elmúlt években rendre Nyírbátorban vagy Mátészalkán 25 méteres medencében rendezték meg az úszók vármegyei döntőjét. Idén Nyíregyházán 50 méteres medencében tehette magát próbára, mintegy 350 fiatal 20 oktatási intézményt képviselve. Ezúttal az általános iskolások és a középiskolások egy napon álltak rajtkőre. Újdonság volt még az is, hogy először rendeztek mixváltót. A vármegye úszói évek óta kiemelkedően szerepelnek az országos döntőkben, idén is hasonlóban bíznak a továbbjutó versenyzők és felkészítő tanáraik. Az országos röplabda diákolimpia döntő után nagy örömünkre szolgált, hogy ismét egy ilyen nagy volumenű versenyt tudunk megrendezni. Valóban a korábbi két helyszín helyett egy helyszínen, a Nyíregyházi sportuszodában került megrendezésre a verseny. 20 iskola, 350 diákja vett részt rajta, ami bizonyítja, hogy az úszás a gyermekek körében egy nagyon népszerű sportág. Nagyon jó eredmények is születtek, ez azt jelenti, hogy az EGRI országos döntőben minden versenyszámban képviseltetik magukat a vármegyei úszók. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diásport és Szabadidő Egyesület január végén rendezte meg az 5.-6. korcsoportos A-kategóriás röplabda diákolimpia országos döntőjét. Azóta már a visszajelzések is megérkeztek a résztvevő csapatoktól. A résztvevő csapatok mindig értékelik a országos döntő után magát a rendezvényt, ez idén is megtörtént. Hála jó Istennek, nagyon jó visszajelzések érkeztek a résztvevő csapatoktól, úgy a fiúktól, mint a lányoktól. Ez megerősít minket abban, hogy a jövőben is megpróbáljunk országos elődöntőket, döntőket a vármegyébe hozni. Mi Székely Tibor elmondta, még ebben a tanévben is van esély arra, hogy országos elődöntőket rendezzenek. Terveik szerint májusban valamelyik korosztály kézilabdázói vagy röplabdázói dönthetnek a vármegyében az országos döntőbe jutásról.